Hát üdvözletem, eső neki újra a Civilization 6-nak. Előtte egy pár dolog, tehát a múltkor, ugye... Mi is van? A múltkor ugye eltűnt innen a Great Prophetes Tila lapom. Sokat gondolkoztam, hogy miért tűnhetett el. Én arra gondolok, hogy lehet, hogy ebben a játékban profitát csak egyszer kell csinálni, utána az megszűnik, a főhasználatok is, hanem átveszi a helyét az apostol. Erre tudok gondolni igazából. A másik dolog, hogy... itt a városképernyőn... Ugye megépítettük ezt a Szent Negyedet, és ebben építettem egy szentélyt. Itt is van. És azt írta a szentélynél, hogy... egy citizen slot. Most én arra tudok gondolni, hogy az adta meg ezt a citizen slotot, ez a szentély. Tehát ezek után tudok már belevinni lakost, és az egy specialistaként fog hozzálátni a munkához, és hát termel is vallási pontot. Lássuk, most kapok 3,1 pontot. 5,2-t. Hát arra gondolok, hogy specialistává alakult, és elkezd innen kitermelni a pontokat ezáltal. Hát nem tudom, jobb ötletem nincsen igazából. És mi volt az, ami még kényes? Szerintem a governmentnél volt, hogy ugye ezt nem nagyon tudtam értelmezni, de hogyha türelmesen nekiállunk és megpróbáljuk elolvasni, hogy mit is akar nekünk sugalni. Itt azt írja, hogy 1%-ot kapok bizonyos körönként, ez most 4 kör, tehát 4 kör múlva, 1%-os bónuszpontot kapok a nagyszerű emberekhez, és itt valószínűleg azt írja itt alul, hogy már 2% bónuszom van, tehát ez szépen megy körbe, mint az óra, és mindig termel nekem ide egy pontot. És valószínűleg ezt a bónuszt majd valamilyen formában tovább fogom vinni a következő államformára. És... hát azt hiszem talán ennyi, ami úgy nem volt egyértelmű. És hogy mit akarunk csinálni most? Hát ki akarunk menni a vízre. És ide építeni egy telepet. Egy várost a telepessel. Mindjárt megépül a dok negyed, és akkor megnézzük, hogy tudok-e bele lakost rakni. És még van egy lehetőségünk, hogy a civil egységet a katonai egységhez csatoljuk formációba, hát olyan védőkíséretként, és majd később, ahogy olvastam a civilopédiát, hogy későbbi korokban lesznek találmányok, amivel már ugyanolyan katonai egységet tudunk összevonni formációba, mind szárazföldön, mind vízen, és akkor egy nagyobb ilyen hadtestet fog képezni. Az életük az ugyanannyi lesz, csak a harc értékük fog megnőni. Azt hiszem, két egység összevonás, akkor plusz 10 harc érték. És a harmadik egységet is, a hozzácsapom, az még ad hozzá 7-et. De az életük az nem adódik össze. Tehát, hogyha megsemmisülnek, akkor az egész, mind a három egység meg fog semmisülni. És a legmagasabb tapasztalattal rendelkező egység fogja adni neki ezeket az előléptetéseket, úgyhogy érdemes egy tapasztalt mellé néhány zöld fülűt beosztani. Hát majd bejutunk odáig is. És itt azt mondja, hogy készlet a telepes. Már nem emlékszem, mit akartam csinálni, de most majd rögtönözünk valamit. Ijászt akartam, az biztos. És itt van ez a kereskedő. Ezt is már illene.
De most gyorsan megcsinálom az íjászt, és esetleg jönnek a barbárok, ne legyen belőle gond. És a telepessel pedig elindulunk erre. És azt mondjuk, hogy hozzácsatoljuk a Swordmanhez, aki egy páncélozott közelharci katona. És így védőkísérettel elindulunk a cél felé, és így egész jól védve vagyunk a barbár hordáktól. Én azt mondom, hogy azért egy kis információra is szükség lehet. Úgyhogy viszem a felderítőmet is. És ha már itt vagyok, ránézek a térképre, nem jelent meg egy újabb barbár tábor itt a fölfedezett, de éppen olyan területeken, amikre nem látunk rá. Most nőtt a kereskedelmi útvonat kapacitása. Valamilyen okból kifolyólag. Szerintem azért, mert elkészült ez a kikötő negyed. Na, most szépen. Most szólt időben, hogy mi van. És ha már van kikötő negyedünk, akkor tudunk hajót építeni. Na most az a kérdés, hogy mi a helyzet a vízi kereskedelemmel. Ezzel tudunk admirálist kiszedni. Profitához hasonlóan ismételhető projekt keretében. Csodát se építettünk, még azt is kéne majd. És ugye azt mondtam, hogy igen, itt van a, kész van a kikötőnegyed, és nem tudunk belerakni lakost, hogy dolgozzon, mivel nincsen citizen slotja, de hogyha építek ide egy egy ilyen világító tornyot, akkor az adni fog egy citizen slotot, és ezáltal képes leszek egy specialistát beküldeni ide. Hogy az mit fog nekem adni, fogalmam sincs. Szerintem pénzt. Itt se írja. Hát erre tudok gondolni. És hogy akarunk admirálist, akkor is építenék én ezt a világító tornyot. De most én azt mondom, hogy hajóra fel. És nem sokára lesz fejlettebb hajóm is. Az idejövök, hát egy barbár ide tévedne. Megvédem el a dolgozót. És rá tudok mozogni így is. Felderítőre. Ja, csak helyet cserének. Jó van. Azt hittem, hogy még azt is hozzá tudjuk csapni. Csapathoz. Ezzel itt várok. Sumér már a középkorba lépett az ókorból. Nagyon jó megy neki a szekér. Pedig kész van a hajó, nem a hárbor, hanem a hajó. Ne tévesszem meg senkit. És hát ne egy egységgel bóklászunk, küldjünk be még egy hajót. Okay.
Építsünk egy farmot. Hát ide ajánlja a ház, a várost, mert én gondolom elérem a fűszert, de szerintem a fűszernek nem kell a három kockás távba lennie, hanem majd a határon belül elég, hogyha ott van. Mert utána, ha beépítem, szerintem ugyanúgy kinyerem belőle az amenities-t. Viszont akkor már ne legyen túl messze, akkor szerintem jöjjünk ide. Ez pedig a hajó. Elvezgetnek a srácok. Szóval, hogy Washingtonban kevés a ház. Mindjárt építünk valamit, amitől lesz. Sumer vallást alapított. I cannot imagine any condition which would cause a ship to founder. Modern shipbuilding has gone beyond that. Ez egy távolharci hajó, míg az előző, ez egy közelharci. És ugyanan erősebb lő, mint a másik, amennyire erős közelharcos, kicsi a range-e, gyengébb a védekezése egy kicsivel. És a következő találmány pedig... A vízvezeték jó lehet nekem, mert... kevés a házam. Úgyhogy ez is ad egy házat. Ez nem ad, de gyorsítja az előző találmányt, amit most kutatok. Itt a fejlettebb pajó, amiről. Jó, én azt mondom, hogy... csináljunk Lighthouse-t, és majd lássuk, hogy megnyílik a
lakosnak ez a specialista hely. És itt pedig megcsináltuk az IA-t. És csináljunk egy építő egységet, amivel majd eljövök ide. Lerakjuk a tervezést. Most ide rakom, akkor egy vízre tudok szállni erre, és lesz elég házam. Szóval messze lesz a fűszer, de innen 1, 2, 3 a követ se érem el, azt be kell majd takarítanom. 1, 2, ezt elérem, azt is. Rákot is, a tejet is. A sót is elérem. Szerintem ez szuper jó hely lesz. Hát remélem, hogy meg fogom tudni kapni ezt a nyersanyagot, ha ide telepedek. És itt el is lehet tépni a láncokat. És mit csináljunk Philadelphiában? Hát kellenének ott földek, kell a kultúra, mert elég messze vannak innen a fontos dolgok. Úgyhogy monument lesz ebből. Tizennégy kör, az nagyon sok. Ez nem kell ide. Ez elég erős föld, meg is veszem. Nincs pénzem. Nem veszem meg. Ez egy elég jó kezdődöket kajának, csak kevés a termelési pont. De hát ez van. Jó, ez jó lesz, itt megfigyeli a vizet. Így állsz meg itt. Elpihenget. Legalább valami védott is. És ezzel a hajóval meg elindulok a másik irányba. Igen, ez már mély víz, ez már az óceán. Szóval a sekély tengerparti víz. Hát ezek a hajók nem tudnak óceánra menni még, úgyhogy találtam egy természeti csodát. Ez egy hegy. És a szomszédos mezőknek kultúrát is pénzt ad. És egy elég komoly vaslelőhelye is van itt. Ezzel pedig védekezzünk itt. Megállapította, hogy birodalmunk nem jelent fenyegetést az ő vékére. Hát ne legyen abban olyan biztos még egyenlőre. Pedig az új lapom ez. Ezzel tudok gyirokat gyorsabban toborozni. Hát egyenlőre tartsuk meg ezt. Szerintem hamarosan jönni fog ez a... Ez a felfedező. A tudós. Picivel több pontot szerzek körönként, mint ő. Egy 20%-kal, úgyhogy ebben a tempóban be is fogom érni. És mit ad? Ez a tudós. Ezt adja.
Ez a templom, ez azért fontos, mert az apostol miatt tudjuk bővíteni a vallást. De itt már megint ez is ad egy proféta pontot körönként, ha nem tudom, mi lesz ebből. Bárcsoda. Mi vár ránk? Hozza ki ezt. Bár település. Most ezek vízparton vannak, tehát jó esélye. Hamarosan belefutok egy kalózhajóba, vagy ilyesmibe. És egyébként azt is olvastam a barbárokról, hogyha ló nyersanyag mellett vernek tábort, akkor lovassággal támadnak. Csináltok a világító tornyot. Na, most lássuk, hogy tudunk-e ide rakni lakost, most hogy kész a világító tornyot. Igen, tudunk. És mit fog adni? Hát van ennyi pénzem. Igen, pénzt ad, kettőt. Ad még tudományos pontot is. 1,1-et. Ennyit ad. Ja, írja is, ott van, specialista. Ad egy tudományos pontot és 2 aranypénzt. És itt pedig... Itt miért nem írja a specialistát vajon? Hát érdekesen van megcsinálva. Mindegy, mire mutatok rá. Az előbb még írta. Lássuk így. Igen, írja is, oké. Okay. Tehát bele kell rakni egy specialistát, és akkor írja, hogy mit ad a specialista. Van, így. Jó. Na, oké, ezt már tudjuk. Alakulgat. Ugye kész a világított arany. És mennyi negyedet tudunk még itt csinálni? Még egyet. Amenitink van elég. Igen, egyet több van. Tehát nem kell most őket szórakoztatni, szerintem. Kulturális negyed. Ez a katonai, ez pedig a tudományos. És mindig tudok kereskedőt építeni. Építsünk kereskedőt. Lehet, hogy ki tudok vele hajózni. Azt közölte velünk, hogy a kisebb civilizációknak jó barátja. Hát, jó. Nekem sincs semmi bajom a kisebb civilizációkkal.
kész lett a dolgozó. Indítok kereskedőt csinálni? Jó, nyomjunk rá. Kettőm lehet, igaz? Kettőm lehet. Csináljuk. Itt kész is lett. New Orleansba tudok indítani egyet. És ki kapja ezeket a juttatásokat? Most a célállomás vajon, vagy pedig az ahonnan elindul ez a karaván. Hát itt 22, 19,8. Nézzük a másikat is előtte. 16,9. In addition to bring... Ez maradt 16,9. Na, ez nőtt egyet, tehát ahonnan küldöm a karavánt, már egy másik saját városba, ahonnan megy a karaván, oda érkezik majd vissza az ellátmány. Ezt már tudjuk. Ugye nagyobb hajót akarok csinálni. Germánok is beléptek a középkorba. Ezt az új lapot kaptam. Kéne csinálnom most már csodákat. És mivel a pénzem is eléggé deficites, lehet, hogy ez a belső trade rútokból, tehát a belső kereskedelmi utakból tudok pénzt szerezni. Tehát teleket is kéne vennem. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy legyen ez. És nőtt is a pénz. Tehát a belső kereskedelmi útvonalakra is hatással volt ez. És találkoztam egy városállammal, annak egységével. És az a városállam adott is nekem egy küldetést, hogy az inspirációt kell... Tehát inspirálnom kéne ezt a Defensive Tactics nevű közigazgatási bónuszt. Defensive Tactics. Hogyan tudom inspirálni? Egy Declaration of War célpontja kell legyek. Hát... hát ez... Ez elég nehéz lesz. Nem is akarom inspirálni. Nem akarok célpontja lenni háborúnak.
Hozzuk ki ezt. És küldhetem is a küldöttséget. Van már 4. És itt vannak a fokozatok, tehát ha egy küldött van ebben a városállamban, akkor plusz 2 termelést kap a fővárosom, hogyha egységeket gyárt. Ha 3 küldöttem van, akkor plusz 2 termelés minden egyes, ez a katonai negyed, tehát a katonai negyed, de kapnak 2 termést, hogyha egységeket ők képeznek ki. És hogyha 6 küldöttem van, akkor még 2-t kapnak ezek. És a suzerén, ez hogy ki a hűbér ura ennek a városállamnak, tehát kinek a kezébe van úgymond. Hát aki a suzerénje, az kap egyéb bónuszokat is. Ez 3 küldött kell, vagy több. Gondolom a legtöbb küldöttel rendelkező kapja meg a bónuszokat. És Kabulnak megvan az egyedi bónusza, hogy az egységeim dupla tapasztalatot kapnak olyan háborúból, olyan csatákból, amiket ők kezdeményeznek. Továbbá ezek a városállamok, hogyha mi vagyunk a hűbér uraik, ugyanúgy hadat üzennek a mi ellenségeinknek. Be tudunk menni a földükre, tehát a határokon belül tudunk mozogni. Az építő egységünk az fő tudja fejleszteni az ő telkeit, főfedezi a 3 mezőre a környéket. Ha fizetünk neki pénzt, akkor ideiglenesen átvetjük az irányítást a katonai egységei felett. És az összes nyersanyagát megoszta velünk, ez jelen esetben, ha jól látom, a réz, a márvány és a vas. Hát akkor pakoljuk neki. 1, 2, 3. És miért nem vagyunk a hűbér urai? Akkor 3 küldöttséget is küldtem neki. Nem tudom. Igen, igen, Kleopátra is rátette a kezét. Lehet, hogy neki több küldöttje van. Vagy neki is 3 van, úgyhogy küldjön neki még egyet. Ó, igen, igen, 3 van Kleopátrának is. Úgyhogy átvettük a vezetést. Hát ennek nem fog örülni. És ez egy új kontinensen van ez a városállam. És hát látjuk is, hogy főfedezi nekünk a környéket. Elég komoly flottája van nekik. Hopp, valakinek a telepesei vannak. Und ob er ihnen helft, auch ich. Szóval elpusztítja az ellenségeit. És ha velük tartok, akkor én is pusztulni fogok. Na most jönnek itt a germán telepesek. És a jó kérdés, hogy mégis hova, meg mi a terv? Ide tud letelepedni, ha akar. Vagy ide.
vagy idebb a kis lukba. Hát egyik rosszabb, mint a másik, talán még ennek lenne a legtöbb értéke. Hát meglátjuk, mit akar itt csinálni. Hát megelőztem szerencsére. Kabúnak egy hajója. Shautiu empaiter ente kiswa eniniu yem. Na, hát nem tudom, hogy ez dicséret volt-e vagy sem. Egyiptom is a középkorra lépett. Most itt tételezzük fel, hogy az... azok a germán telepesek itt letelepednek. Hát... lehet, hogy ide fognak jönni. Most arra gondoltam, hogy a építőegységgel ezt begyűjtjük, mivel nem éri el a város. Tehát nem tudom azt a földet megművelni. Megpróbálom beszedni rajta a kincseket, még egy városállam. Akiknek az a küldetés, hogy küldjek oda egy kereskedelmi utat, hát jó. Jó, majd megpróbálok valahogy. Egy hajót küldeni. Biztos lehet olyat. Kabul egy katonai városállam, még Jeruzsálem egy vallási. Ezért más és más bónuszokat adnak. És a Suméra a hűbér ura nekik. Három küldöttséggel, a spanyolok egyet küldtek nekik. És ha már itt vagyunk, megnézzük Kabult is. Hú, hát ezt őket überelte rendesen. Hát gondolom vissza lehet szedni ezeket a... az envolyokat. Nem, nem hiszem, hogy vissza lehet. Nem látok semmilyen kapcsolót. Nem tudok több kereskedőt csinálni, mert nincs több kereskedelmi útra a lehetőségem. Pénzem nincsen. Nagyon csóró vagyok. Hát, ha építenék ilyesmiket, akkor még annyi pénzem se lenne. Úgyhogy építsünk egy csodát. Az nem kerül pénzbe. A fenntartása. Tök jó kis csoda. Csak hegyre lehet építeni. Azaz egy hegyen van.
megveszem ezt a földet, nincs pénzem. Kilenc kör. Ez a lövőhajóm. És itt pedig nem tudom betakarítani ezt a követ. Nem adta föl az ikont. Mivel ki tudom adni a parancsot. Jó, hát... lehet az a baj, hogy nincs a határon belül, vagy túl messze van, nem tudom. És a Sumér is váltott kormányzást. Pénzre van szükségem. Majd kéne csinálni a negyedik települést is. Ott van fűszer. De ez ilyen havas terület, ha jól emlékszem. Azok pedig nem túl jók. Hát talán egy másik kontinensen. Kicsit fölfedezgetek még előtte. Fal is pénzbe kerül. Pedig az jó lenne, mert utána tudnak lőni a falról. Nincs olyan gazdasági negyed. Jó, csánk addig építőt. Washingtonban mindig kevés a ház. És ez pedig a kereskedő. Tovább küldhetek. Én azt mondom, hogy ne ide jöjjön, hanem átküldjük Philadelphiába, és majd innen próbálja meg egy hajó formájába, vagy ilyesmi ide jutni Jeruzsálembe. Mások lehetséges-e. Vagy pedig külön kereskedő hajót kell építsek erre a célra. De olyan lehetőségem még nincs egyenlőre. Kivágni az erdőt. És átjött a kereskedő. Most nem tudom megvenni ezt a földet. Mert akár nincs pénzem. Sok az egységem sajnos. Hát fölfejlesztjük ezt akkor, ha tudjuk. Engineering.
pénz kell. Ez kell nekem. Meg ez. Nem kerül ennek pénzbe ennek a fenntartása. Ennek se. És ennek se. Jó, hát akkor építsünk egy granáit. Erre kíváncsi leszek, milyen építési lehetőséget fog itt felajánlani. Na! Ide tudunk jönni. Jeruzsálembe már nem, sajnos. De ha ide jövünk, akkor kapunk egy csomó pénzt végre. Induljunk. Na és ugyanaz a kereskedő egység, aki a szárazföldön kereskedett eddig, most hajóra száll és úgy fog kereskedni. Reméljük nem lesz a közelben barbár hajó. Itt vannak.